Bár angol száz közvetítéssel került be a magyar köztudatba, eredetileg kelt a római és sajátos írkeresztény gyökerekkel rendelkező ünnep a Halloween. Magyar megfelelője talán a lucanapi népszokások közül a töklámpás faragása lehetne, de ez hamar kikopott a népszokásokból. A Halloweennak köszönhetően viszont a 2000-es évek elejétől újra előtérbe került. Igaz, ez az ünnepkör akár csak a Valentin nap megosztja a magyar társadalmat. Vannak, akik elfből elutasítják ennek mondani valóját, míg mások szívesen hódolnak neki. Halloween október 31-én van, minden szentek november 1 -e, halottak napja pedig november 2 -a. De az egymás követő ünnepnapok és a hozzájuk kapcsolódó kulturális és vallási különbségek, népszokások közötti összefüggések és keveredések miatt gyakran keltenek kulturális feszültséget a közvéleményben. Mindhárom ünnep az elmúlásról szól, mégis különböznek. Még a Halloween az ártó, rossz szellemeket hivatott előzni, a minden szentek az összes üdvözült lélek emléknapja, a halottak napja pedig az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekre emlékszik. Magyarországon leginkább utóbbi kettőhöz terjedtek el népszokások, hagyományok. Ilyenkor a legtöbb család ellátogat a temetőkbe, megtisztítja a hozzátartozók sírját, és virággal, mécsesekkel díszítik azokat.